Óriási alvatvértócsa jelezte, hogy itt küzdött az életért a nyakon szúrt német juhász. Az állatot a saját 65 éves gazdája támadta meg egy 11 centi hosszú pengélyükéssel, azért, mert a kutya kiszökött az utcára. A késelés után a férfi a helyi kocsmába ment inni. Vércseppek nyomai az egész utcában, több száz métert vonszolta még magát a szenvedő és erősen vérző kutya. A szomszédok szerint az állat mindig nyugodt és barátságos volt, senki nem értette, miért szúrt a nyakon a gazdája. Az állat haláltusáját többen is látták az utcában. Itt voltak a rendőrök, tehát itt csináltak felvételeket, és ugye a fiatalember állítólag megszúrta a kutyáját. A férfi hírhet volt a környéken, volt, aki szerint korábban a saját anyját is többször megverte. Az anyját is verte, azt tudom biztosan, mert nem egyszer hallottam a lármát kint, hogy ott mentem föl, mert hát itt lakik mindjárt közepén valahol, az utca közepén lakik. A kutyához az egyik szomszéd hívott rendőrt, ők pedig állatorvost. Ilyen állapotban volt a német juhász, mire a segítség megérkezett hozzá. A képet eltorzítottuk, de még így is kivehető a kutya vértől vöröslő bundája. Állatkórházba is szállították, azonban ennek ellenére, a gondos orvosi ellátás ellenére a kutya a dél körüli órákban kimúlt. A vádlott a kutya ellátásában egyébként nem vett részt. Az ügyészség szerint súlyosbító körülmény, hogy halála előtt a német juhász órákon át vérzett és szenvedett. A kutyáját meggyilkoló férfi korábban már volt büntetve, az áprilisi állatkínzás pedig próbaidő alatt követte el. Ezért vele szemben az ügyészség arra tett indítványt, hogy a próbára bocsátással érintett cselekmény miatt is járjon el a bíróság, és halmazati büntetésül végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki vele szemben. Emellett pártfogó kirendelését is indítványozta az ügyészség. A férfi a kihallgatásokon már azt mondta, megbánta tettét. Az ügyben hamarosan megtartják a bírósági előkészítő ülést.